Üdv mindenkinek, sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt a Valódi Bűnesetek. A mai részben egy szektáról lesz szó, körvonalakban és egy szökésről. Laura McConnell az, aki megszökött ebből a szektából, és ő mesélt egy podcastben arról, hogy mi vitte rá őt arra, hogy megszökjön, ott hagyja a családját, a rokonokat, mindenkit, és egy teljesen új ismeretlen életet kezdjen, egy olyan életet, amitől mindig is riogatták a csoport tagjai, a bent lévőket, a tagokat. Tehát úgy próbálták biztosítani az összetartozást és a bent maradást, hogy a külvilágot egyfajta pokolként írták le, ahol mindenki hazudik. Ez olyasmi lehet, mint a Falu című film, és abban is hasonló szituáció lehetett. Ez annyiban borzalmasabb, hogy ez igaz történet, és itt a csoportokon és a családokon belül is nagyon súlyos volt a bántalmazás és a, a, a fizikai és a szexuális bántalmazás is. Egy gyors ajánló, majd leteszem a linkjét a leírásba. Minden videónak, amiket ajánlok vagy szóba hozok, azoknak a linkjét vagy a leírásban, vagy a hozzászólásban találjátok meg. A múltkori részben egy lelkészről, egy online lelkészről beszéltem, aki kriptót adott el, és Istent is belekeverte ebbe, hiszen a férfinak volt egy online egyháza, és a hívőket vette rá arra, hogy tőle vegyenek kriptót. Így mondhatni, lehúzta a hívőket ez a pap. És ugye, mint következő videóként, itt megint egy ilyen kis egyházról van szó, és amire utaltam, egy másik szekta, az pedig Rostérolnak az Enthill Hill Kids nevű szektája, azért Enthill Hill Kids, mert magukat úgy apostrofálta a férfi, hogy ők szorgos hangyák, akik közös erővel hegyeket tudnak felépíteni. Hát ez így szép is lenne, jó is lenne, hogy ez a rosterol is, hogy épít egy közösséget, akik összetartanak, csak ott ő volt a főnök, és mindenki másnak, csúnyán mondva, a kus volt a neve. Ugyanis a férfi mindent elvárt a többiektől, és annyira félt, hogy ellene elkezdenek majd szervezkedni, hogy a többiek nem beszélhettek, amíg ő nincs jelen. Kikötözte a gyerekeket, vagy bárkit, aki mondjuk el akarta hagyni a szektát, kikötözte a fához, akár a gyerekeket is megdobáltatta kővel, borzalmas dolgokat tett, hogyha érdekeltiteket ez a szektás történet is, akkor keressétek meg, a link a leírásban. És akkor visszatérünk erre a mai szektára. Azonban még itt szeretnének titeket arra figyelmeztetni, hogy egyesek számára ez a videó is felkavaró lehet, hiszen lesz benne szó, gyermekbántalmazásról is, öngyilkosságról is lesz szó. Úgyhogy úgy nézzétek meg ezt a videót is. Ugye mondtam, hogy Laura az, aki megszökött. Ettől a szektától. Ő azt mondta, hogy gyerekkorától fogva úgy nevelték őt, és hát őket, hogy ne bízzanak a kívülállókban. Igen, jól mondtam, a kívülállókban, nem az idegenekben, hanem a kívülállókban. Mindenki, aki nem a csoporthoz, a szektához tartozik, azok hazudni akarnak, a gonoszra, a rosszra csábítani őket. Hírhettek voltak a titkolózásról az istentiszteleteket, a miséket mindig egy-egy más helyen tartottak, nem volt állandó hely, és magán a Biblián kívül nem volt más tantétel. A gyerekek járhattak iskolába, persze ott is nem volt szabad ismerkedni a többi gyermekkel, kifejezetten megtiltották a gyerekeknek, hogy bármit is elhiggyenek, amit az iskolában hallanak. Csak azért járatták a gyerekeket az iskolába, hogy a látszat meglegyen, hogy ez a csoport ez nem szélsőséges, hanem hát látjátok, járnak a gyerekek az iskolába. Lehet, hogy meg kellett tanulniuk, ugye, amit az iskolában hallanak, hogy el tudják az iskolát végezni, de nem szabadott elhinni egy szót sem. És nem szabadott a dolgokat megbeszélni az iskolán kívül. Erre nagyon odafigyeltek a vezetők. A vezetők természetesen férfiak voltak. Voltak a prédikátorok, és voltak a munkások. A munkások az összes többi ember, aki nem prédikátor, ők nekik pedig be kellett bizonyítani, hogy van értékük Isten szeme előtt, és ez gyakran szenvedéssel járt. Én azt hittem, hogy a 70-es évek volt olyan a társadalmakban, az egész világon, ami nagyon megbolygatta az embereket. Szabadságvágy, mindenféle ideológiák terjedtek, de lehet, hogy ekkor kezdődött el, de a 80-as és a 90 es években volt szerintem a tetőpontja. Ugyanis ezekben az időkben, Ausztráliában csak ennek a szektának akkor 50 ezer tagja volt. Ezek az emberek farmon éltek, és Laurának a, az őse is több felmenőig visszamenőleg, ehhez a csoporthoz, szektához tartoztak. Úgyhogy neki azért sem volt annyira kezdetben furcsa ez az egész, hiszen ebben nőtt bele, ebbe a tanításba. A szülei is születésétől kezdve úgy viselkedtek, ahogy. Tehát nem arról volt szó, hogy Laura pici volt, mikor a szülők választották a szektát, és akkor ez feltűnt volna neki ez a változás. Nem, ő, ő ebben nevelkedett, azt mondta, hogy ő is, és a többi gyerek is volt, hogy a babákat verte azon adta ki a dühüket, meg hogyha játszottak, és valami felidegesítette őket, ugye tehát a baba volt az a játékbaba, amit várták. És azt mondta, hogy azért, mert ők ezt látták, a bántalmazásokat. És nem csak családon belül, hanem a csoportokon belül is voltak bántalmazások. Nagyon gyakori volt a nemi erőszak is. És ugye ez, ezek általában, szerintem az esetek többségében nők voltak az áldozatok, mivel férfi uralta a csoportról beszélünk. Volt fizikai és szexuális bántalmazás, már kisgyerekkorban is megtörténtek -e a, a, a szexuális bántalmazások is. Nem csak szexuális bántalmazás, hanem szexuális ö, zaklatás is történt. Akár a prédikátorok, akár a munkások, bármelyiküknél előfordulhatott, hogy hogy a lányokhoz oda dörzsölgetik magukat, úgy illetlenül fogdossák őket, úgyhogy ez ez gyakori volt, de a lánynak ezt el kellett fogadni. Viszont ő is érezte, zsigerből és ösztönből érezte, hogy ez, ez nem helyes, ez így nem jó. A nőket nagyon szigorúan fogták, beleszóltak abba a férfiak, hogy a nők hogyan öltözdenek, hogyan hordják a hajukat. Emiatt a furcsa öltözködés miatt is nagyon nehéz lett volna beilleszkedni, amikor éppen a városban jártak a nőknek eleve meg volt tiltva, hogy beszélgessenek másokkal. Szóba állhattak vele, hogyha mondjuk bementek a boltba és kellett kérni valamit, de nem lehetett barátságokat kötni a kívülállókkal. Laura azt is mondja, hogy olyan dolgokat tiltottak, például mint a TV és a rádió, és a popzene is tilos volt, még felnőtt korban is. Ezeket a szabályokat mindig idősebb férfiak hozták. És eszébe jutott az is, hogy volt régen, 1992-ben, tehát ő olyan 12 éves lehetett, amikor meghalt Nerel és Steven, két fiatal tinédzser, akik Nirvana-t hallgattak. Hát ezeket a prédikátorok mondták, hogy a többi tinédzsernek eszébe ne jusson külvilágtól zenét hallgatni, popzenét vagy ilyesmit. Aztán kiderült, hogy ez a két fiú nem abba halt bele. Nem volt nehéz kitalálni, de ugye a gyerekek ebben nőttek, tehát még el is hihették, hogy ezért haltak meg. Lényeg az, hogy ez a páros öngyilkos lett azért, mert nem akartak tovább élni ilyen környezetben. És még itt is nem lehetett volna valahogy eltusolni hogy az öregek ezt valahogy tiszteletben tartsák az ő halálukat, nem, inkább felhasználták, még jobban riagassák ezeket a tinédzsereket, Laura is akkor volt tini, tehát már ez is mekkora guztustalan dolog, hogy öngyilkosok lesznek a szekta szabályai miatt, és még ezt, ezt is inkább a szekta saját maga hamalmára fordítja ezt az egészet két fiatalnak a halálát. Elég nagy családok éltek egy-egy farmon, Laura is egy ilyen farmról származott, és azt mondta, hogy bár a világi dolgokat nem tapasztalta, tehát se tévé se rádió, viszont nagyon sokat játszott a rokonaival, hiszen nagyon nagy családok éltek együtt, nagyon sok rokona volt, ezek mind tagjai voltak ennek a, a szektának. Azt mondja, hogy nyolc éves koráig minden rendben volt lovagolt a farmon, játszott az unokatestvérekkel, és minden tetszett neki. Azonban nyolc éves korában már el kellett kezdenie úgy viselkedni, mint az igazság lányának. Ebben a korban már sokkal szigorúbb szabályokhoz kell tartania a magukat, főleg a lányoknak. Persze, a fiúknak sem volt a gyermekeknek kivétel, de a lányoknál még szigorúbban vettek mindent, és hozzáteszem, hogy nagyon fiatalon kellett nekik férhez menni. Laura mondja, hogy az ilyen erőltetett, erőszakos férhez menettel sosem szül jó dolgokat. Itt azt mondja, hogy nem akart férhez menni és gyerekeket. Valószínű arra gondol, hogy annyira korán tinédzser korában férhez menni, akit neki választanak. Laurának, ahogy kezdett felnőni, minden úgymond természetes volt, hiszen az egész család ugye ebben a környezetben, ebben a hitvallásban élt, de már amikor nyomkövetőket akartak, vagy hát raktak is a gyerekekre egy bizonyos kor fölött, akkor már teljes mértékben megkérdője ezt, a, ezt az egészet, hogy hogy biztos, hogy ennek így kell működnie? Egyszerűen érezte azt, hogy ez itt nem jól működik. Azt is mondja továbbá, hogy sokan vagyunk, akiket prédikátoraink vagy munkásaink bántalmaztak, és a bántalmazást is láttuk. Azt mondja, nagyon nehéz, mert gyakran túlélői bűntudatot érzek. Mindig azt hittem, hogy elég szerencsés vagyok, mert nem erőszakoltak meg. Eleinte ő nem értette, hogy bár attól, hogy maga az erőszak nem történt meg, attól még volt szexuális bántalmazás. Azt mondja, hogy két kezére szüksége lenne, hogy megszámolja, hányszor ápolták, hol szexuális zaklatás miatt, hol fizikai erőszak miatt. Nagyon sok esetben volt, hogy hozzádörgölőztek, illetlen helyen megérintették. Ezt a Szökése utáni években tudta ezt magában feldolgozni, és ismerte a saját magának is, hogy igen, ő attól még egy áldozat. Ő azt hitt, hogy ő nem volt szexuális bántalmazásnak az áldozata, de az volt attól, hogy megerőszakolni nem erőszakolták meg. Amikor ő megszökött, ő tudta, hogy nagyon súlyos következményei lesznek ennek. Az emberek rettegnek attól, hogy egyáltalán megszólaljanak, vagy felszólaljanak mások, vagy a saját érdekeikben a csoporton belül. Ha felszólalsz, elhagyod a csoportot, akkor a családod megtagad, vagy elkerül, a közösségedben élők átmennek az utcán, hogy elkerüljenek, hogyha például a városba találkoznál velük. Az emberek alásnak téged, te pedig pénz, otthon és család nélkül maradsz. Úgyhogy ilyen negatív dolgok ellenére hozta meg Laura ezt a döntést, tehát el lehet képzelni, hogy mennyire érezte ő azt, hogy ott valami nem stimmel, hogyha ennek ellenére, hogy tudta, hogy mi a következmény annak, hogy kilép, mégis inkább kilépett, mint hogy ebben benne maradjon. 1999-ben 19 évesen hozta meg a döntést Laura, hogy ott hagyja a szektát, ott hagyja ezt a hitvallást, ezt a csoportot, a szüleit, mindenkit, mindent, az addig életét, és szembenéz, úgymond a gonoszsal, hiszen mindig azt mondták, hogy az ördög csábítása, hogyha a külvilágot, a, az idegeneket választod. De Laura meghozta ezt a döntést. Beiratkozott különféle iskolákba, képezni akarta magát, be akart illeszkedni, de ez nem sikerült elsőre, hiszen még mindig ugye az a furcsa hajviselete volt, azok a furcsa ruhái, a furcsa szokásai, és ezért nem is nagyon akart, nem mert kommunikálni másokkal. Legalább fél évnek el kellett telnie ebben a külvilágban ahhoz, hogy ő egyáltalán merjen nyitni mások fele aztán rasta haja volt, és úgyis egy picit azt mutatta, hogy nem akar másokkal szobálni, de legalább már olyan haja volt, ami teljesen más, mint amit bentok közösségben valahogy is mert volna elképzelni. Az Isten gyakran a közösség egyik magasabb rangú férfi társalgójában történt, néha cserkész csapatoknak a termeiben, vagy az iskolai könyvtárban történtek, ezek az istentiszteletek, azért, hogy hát ha a kívülállók is be akarnának lépni az ő csoportjaikba, ugye itt még csak azt mutatták, hogy ez egy vallás, vallási csoport, és milyen jó itt lenni. Aztán ugye persze később jön a fekete leves, de addigra már benne vagy ebben a csoportban, már átmossák az agyad, és már meg is félemlítenek. Úgyhogy nagyon nehéz az ilyen helyekről kitörni. Ugye Laura is, miután megtanult egy picit élni a külvilágban, elment egy könyvtárba, hogy többet megtudjon arról a környezetről, amiben ő élt. Laura évek óta nem beszélt a családtagjaival. Ha megpróbált velük beszélni, akkor a legtöbb azt mondta, hogy ó, téged elvitt az ördög, elcsábított a másik világba. Ebbe a hazugvilágba, és ezért nem is beszélnek vele. Megszakítottak minden kommunikációt a lányjal. Viszont, ha nem is túl sok, de azért volt olyan rokon, aki valószínűleg Laura hatására, ők is otthagyták a csoportot. Lehet, hogy látták, hogy Laura boldogul. 19 évesen semmilyen nincs, mégis kilép a nagyvilágba is, és boldogul, és nem viszi el az ördög. Lehet úgy élni, ahogy te akarsz. Több rokon is követte laura ha Nem is ugyanabban a városban élnek, de ő adott inspirációt nekik. A régi közösségben, ahol élt, megtagadják a lányt, magát a létezését is. Árulónak tekinthetik, akit el kell kerülni. Launát ez nem zavarja. Persze valószínűleg beszélne ő a szüleivel, de ha ezt nem teheti meg, akkor azt teszi, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, hogyha valaki nagyon szélsőséges szektához kerül közel, akkor tartsa távol magát tőlük. Nagyon be tudják húzni az embert, nagyon át tudják mosni az emberek agyát, és ha véletlenül el akarná hagyni azt a szektát, akkor az már nem lesz olyan egyszerű. Tehát Laura nem csak a figyelmet szeretné felhívni arra, hogy ne választják az emberek ezeket a szektákat, hanem arra is próbálja felhívni a mainstream szolgáltatókat, hogy törődjenek a lelki bántalmazásokkal is, akár a családon belüli, akár ilyen szektákon belüli lelki bántalmazásokkal, és legyen megfelelő segítség azoknak, akik el akarják hagyni ezeket a szektákat. Mert nincs segítség. Még arra is próbál utalni, hogy ha más segítség nincs, akkor a családok mindenképp mindent tegyenek meg azért, hogy ki tudják szabadítani a családtagokat, akik egy szektába kerültek. Nagyon nagy uralma van a szekta vezetőknek, a tagok fölött. Általában úgy működik a legtöbb szekta, hogy ad fel mindenet. Persze az egyház, a közösség javára. Pontosan azért, hogy ne tud elhagyni, hiszen ha kilépsz, nincsen semmit. Miért akarják, hogy ne beszélgess másokkal, hogy ne tudjanak meggyőzni a kint lévő rokonok, hogy te hagyd el azt a helyet, mert ott átvernek, az nem az igazi, az nem a valóság, ott hazudnak, nem itt. Másrészt, hogyha felhagysz, fölégetsz magad mögött minden kontaktot, és pár év múlva ki akarsz törni abból a szektával, akkor nagyon nehéz lesz, hiszen már senkivel nem beszéltél évek óta. Pontosan ezek kellenének a legfőbb intőjeleknek lennie, hogy ha már így kezdődik, akkor legyetek nagyon figyelmesek, és nagyon gondoljátok meg, hogy biztos, hogy ott van a helyetek. A mai videó ennyi volt. Köszönöm, hogyha megnéztétek. Ha feliratkoztok, azt megköszönöm. Lájkoljátok a videót, hogyha támogatni szeretnétek a csatornámat, vagy ez a rész is megfogott titeket. Kommentben írjátok meg, hogyha valami hasonló szektákról tudtok. Remélem a következő részben találkozunk. Vigyázzatok egymásra és magatokra. Sziasztok!